Jó estét kívánok! Ez a közügyek mai témáink pedig déli áramlat, illetve gázellátás érkezik majd a közügyek stúdiójába. Keller Sándor, a Szabadkai Gázművek főmérnöke, de majd csak miután megmutattuk, hogy milyen tárgyalássorozat indult a déli áramlat leállítása kapcsán. Csodasarok a Királyhalmi iskolának, a Pecesori iskolának pedig Budapesten gyűjtöttek egy jótékonysági rendezvény keretében, és végül a közügyekbe hívtuk Szakmeister Gábort annak kapcsán, hogy a szabadkai motorversenyző 8-szor is indul majd a Dakar Rallyn. Ezek mai témáink, kezdünk. Van egy témája, vagy hozzászólna? Kattintson ránk! Közügyek a Facebookon is. Kedvelje és ossza meg! www.facebook.com/közügyek. Egy hete jelentette be Vlagyimir Putyin, hogy eláll a déli áramlatról. Azóta mindenki, aki érintett az ügyben, egész Európa erről tárgyal. Ma például telefonon egyeztetett Alekszandar Vucic szerb és Dmitrij Medvegyev orosz kormányfő. Rossz hír Szerbiának, hogy Oroszország eláll a déli áramlat gázvezeték megépítésétől, így fogalmazott a szerb miniszterelnök. Az Európai Unió tagországai nem eléggé készségesek a gázvezetékkel kapcsolatban, ezért álltak el annak megvalósításától, ez pedig az orosz kormányfő emelte ki. Vegyipari, mezőgazdasági, élelmiszeripari és kereskedelmi együttműködés előmozdításáról is beszélt a szerb és az orosz fél. Kedden pedig az Európai Unió 8 érintett tagországa, valamint az Európai Bizottság alelnöke egyeztet majd a gázvezeték kiépítésének lehetőségéről. Annak ellen, hogy bejelentették leállítását, a további tárgyalások még reményt adhatnak a déli áramlat kiépítésére. Oroszország eláll a déli áramlat gázvezeték megvalósításától. Ezt egy hete Vlagyimir Putyin jelentette be Ankarában, majd hozzátette, ehelyett Törökország felé vezető szállítási útvonalat épít ki. Az orosz elnök ezt azzal indokolta, hogy az Európai Unió nem támogatja a beruházást, és Bulgáriától sem kapták meg az engedélyt az építésre. Az Ukrajna megkerülésével tervezett déli áramlat európai gázvezeték Oroszország fekete-tengeri partvidékén indult volna, és Dél- és Közép-Európa országaiba, így Szerbiába és Magyarországra is szállította volna az orosz földgázt. Vlagyimir Putyin a hétvégén telefonon egyeztetett Orbán Viktor magyar kormányfővel és Tomislav Nikolic szerb államfővel a déli áramlat projekt lezárása utáni energetikai együttműködés lehetőségeiről. A gázvezeték kiépítésének terveiről további tárgyalások várhatók. Egy közös stratégia összeállításán is dolgoznak a felek, tették közzé. Mi szmatramo, da bi bila velika šteta, ukoliko se ne realizuje projekat Južnog toka, da je to šteta za sve. Od Rusije, zemalja našeg regiona, pa do cele Evropske unije. Podsjetit ću, samo ću dodati još jednu stvar, da je Evropska unija zakazala sa zemljama članicama, sa zemljama kroz koje prolaze Južni tok, čini mi se, jelo za utorak, utorak je 9. za utorak sastanak, istina na nivou naših ambasadora, šefova misija u Briselu. Tako da ćemo tu imati čisto vremeno informacije i iz Moskve i iz Brisela. Vi znate da nikad nije bio problem u Beogradu, da mi smatramo da je to, smatramo da bi bilo, da bi za nas bilo veoma štetno da se taj projekat ne realizuje, jer time Srbija ostaje bez alternativnog pravca za dovod gasa. Az egyéb energiaellátási lehetőségek között szerepelnek különböző gázvezetékek kiépítése is a szomszédos országokkal, emelte ki Alekszandar Antić. Az erőforrás érkezését így például egyebek mellett Görögországon keresztül biztosítaná az ország, fogalmazott a szerb energiaügyi miniszter. A projekt gáznak interkonekciója a Bulgárszkon, ez a projekt, amiről se priča već neko vreme, i to je projekat koji je od u redu najviših evropskih prioriteta i jedna od interkonekcija koje će Srbija raditi. Srbija planira u nekom vremenu pred nama da uradi gasne interkonekcije
sa većim brojem zemalja u našem okruženju. Ono što nam je prvi prioritet, to je interkonekcija sa Bugarskom, nakon toga interkonekcija sa Rumunijom. Taj projekat nema veze sa snabdevanjem gasom preko Ukrajine. Taj projekat je jedan perspektivan projekat koji treba da obezbedi opciju da Srbija ima paralelno snabdevanje gasom na neki od načina koji su trenutno u fazi projekata koji se rade. Az Európai Unió támogatja Szerbia energetikai összekötetését a szomszédos országokkal, mondta Michael Davenport. Az EU szerbiai küldöttségének vezetője leszögezte, a beruházás a szerbiai építési vállalatoknak is jelentős bevételt hozna. Stav Európskej únie je podpuno jasen. Európskej únie je spremna da podrži svaki poduhvat ove vrste koji odgovara svim standardima i svim očekivanjima u okviru evropskog zakonodavstva i pravila. I to se tiče također Južnog toka. Szerbia eddig 30 millió eurót költött a déli áramlatra. A projekt leállítása kapcsán felmerül a kérdés, kitérítheti meg az eddigi kiadásokat. Moszkva Brüsszelt hibáztatja a helyzet miatt. Oroszország szerint az Európai Uniónak kellene kártérítést fizetnie, ugyanis a Gazprom minden eddigi kötelezettségének eleget tett. Az Európai Bizottság nem szerepel a megegyező, illetve aláíró felek között sem az államközi energiaügyi szerződéseken, ezért nem is fizetett kártérítést senkinek, emelte ki Michael Davenport. A 2008-as megegyezés a déli áramlatról nem tartalmaz egy olyan záradékot sem, amely megvédeni Szerbiát a szerződés felmondása esetén. A gázvezeték összértéke 16,5, a szerbiai szakaszé pedig 2,1 milliárd euró lett volna. Becslések szerint az országnak 250 millió euró bevétele származna a tranzitdíjakból, de a kiépített gázvezeték további beruházásokat is ide vonzott volna. A számítások szerint mintegy 25 ezer embernek adna munkát. Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke a Névniknek adott interjújában elmondta, szerinte komoly hatalmi harc folyik ebben a kérdéskörben, a legfontosabb szempont pedig Szerbia számára a gázvezetéknek köszönhetően megvalósuló új munkahelyek lennének. Túl költségessé vált a déli áramlat. Ez a projekt leállításának fő oka, vélik egyes elemzők. Megnőttek a gázvezeték kiépítésének a kiadásai, a Gazpromnak veszteségei vannak Ukrajnában, esett a kőolaj világpiaci ára, csökkent a gáz iránti kereslet, a nyugati szankciók megnyírbálták az orosz energetikai szektornak nyújtott támogatásokat. Ezek a fő okai a leállításnak, jelezték egyes pénzügyi szakértők. A tartományi energiaügyi titkár szerint Szerbia gázellátása, Vajdaság gázellátása az erre a fűtési idényre nincs veszélyben. A déli áramlat kapcsán pedig azt mondta, hogy ennek a kérdése nem tartozik Vajdaság hatáskörébe, bár a tárgyaló asztalnál, illetve az illetékes munkacsoportban a vajdasági tartomány kormány képviselője is részt vesz a Mozaik Televízió kért interjút ennek kapcsán. Da li ova situacija oko izgradnje Južnog toka uticati na snabdevenost sa gasom i našu zemlju, a pre svega Vojvodinu? Pa što se tiče Južnog toka, to je posebna tema. Praktično treba razdvojiti od trenutne situacije, jer da nije došlo do ovog zastoja ili prekida u izgradnji Južnog toka, mi što se tiče snabdevanja energenta za ovu pa i narednu zimu ne bi imali nikakvih efekata, jer kroz Južni tok da je izgrađen tek nakon nekoliko godina nakon izgradnje bi imali prve efekte. Tako da što se tiče same situacije sa Južnim tokom, vezano za ovu zimsku sezonu, grejnu sezonu, u principu nema utjecaja. Kako će se tu stvari razvijati, to je međudržavni i međuregionalni problem koji se rešava na tom nivou i nadam se da ćemo rezultate tih pregovora, razgovora imati u skoroj budućnosti. Rekli ste da vlada Vojvodine nema veliku ingerenciju. Naše ingerencije su definisane
zakonima i zakon o prenosu nadležnosti, tako da se ponašamo u okviru tih zakonskih okvira. A što se tiče informacija, naravno da smo kao sekretarijat uključeni u jednu radnu grupu na nivou Republike Srbije, koja se bavi i prati sigurnost u snabdevanju svim energentima. I sa zadnjeg sastanka te radne grupe informacije su takve da smo obezbedili da možemo pokriti kompletne potrebe za svim energentima do kraja grejne sezone. Kakva su vaša predviđanja? Da li možemo mirno očekivati zimu? A nezahvalno je davati krajnje konsekventne izjave. Naravno, sve zavisi od vremenskih uslova. Svedoci smo šta se dešavalo u Majdanpeku, to je jednostavno vremenska nepogoda koja se ne dešava svaki dan. Tako da neke ekstremne situacije će se rešavati ako kojim slučajem dođe do njih. A da kažem, za normalno funkcionisanje, normalno zimu, svi energetski sistemi na teritoriji Vojvodine su spremni. A közügyek vendége pedig Keller Sándor, a Szabadkai Gázművek főmérnöke. Szép jó estét kívánok! Kezdjük először a déli áramlattal, a politikai értékelésektől most eltekintünk, nézzük pusztán szakmailag, mi a déli áramlat és miért lett volna ez egy jó megoldás. A déli áramlat majdnem 100 milliárd köbméter gázt tud szállítani Oroszországból, a távoli gázmezőkről, egészen földközi tenger alatt Bulgária, Szerbia, ott Pirot magasságában átjön Szerbiába, és akkor észak iránt vetne, tehát keletről változtatna iránt észak felé, leválna Bosznia-Hercegovinára, Horvátországra, Magyarországra, akkor egy kis kitérőt tenne, ahogy látták a képeken az előző bejátszásnál, Szlovénia, Ausztria felé. Nagyon sok embernek adna munkát, és több százmillió eurót tudna az ország tranzit véget kapni, mint ahogy Magyarország most kap azon a gázvezetéken, amely jön hozzánk. Mire lett volna ez egy jó megoldás? Milyen célt szolgált volna? Hát arra, hogy ahogy a pásztor úr is mondta, már bevallom a politikát, hogy sok munkahely lenne, növekedne a biztonsági érzetünk, mert gáz volna. Hát, ha bolgárok... Azzal, hogy Ukrajnát elkerülni? Tehát ez volt teljesen, a kulcspozíció. Egészen új. Itt azt mondták, hogy párhuzamos ellátás. Nem, ez jobb ellátás lenne. A nézők lehet, hogy emlékeznek még a Nabucco nevű projektre is. Az mit nyújtott volna? Az majdnem hasonlót nyújtott volna mennyiségben és munkálatokkal, munkalehetőségekkel. Mi ebben a 100 milliárd köbméterre, ami 2 milliárdunk, amit elfogyasztunk, az 2%-nyi. Azzal, hogy most úgy tűnik leáll ez a projekt, mit veszít a gázellátás terén Szerbia? Ilyen szempontból, hogyha nézzük, és eltekintünk a különféle bevételektől, akkor ez mit jelentene? A fejlődését elveszítette egyszerűen mondva. Nagyon. Nagyon sok ipari fogyasztó Dél-Szerbiában tudna erre a földgázra rákapcsolódni. Most ezt a rákapcsolódást biztosítjuk Ukrajna Magyarországon keresztül, tehát ha ez az ág bármi okból meghibásodik, politikai okokból, mert ezt tisztán az elzárnák, akkor bizony az ellátás az udvarnoki gázmező az abban a 400 millió köbméterével az kevés, tehát az télfolyam... Mennyire kevés? Hát a 2 milliárdhoz viszonyítva, akkor egyszerűen télen az ipar nem dolgozna, csak a lakóság fűtődne. Mert itt nem csak arról van szó, hogy 400 millió aránylik a 2 milliárdhoz, hanem az óránkénti, percenkénti fogyasztás, amelyet szerintem, ahogy ismerem a műszaki adatokat, nem tudna biztosítani Szerbiának, még a háztartásokat sem. És azért van ez, hogy már a miniszterelnök úr, meg a külügyminiszterünk tárgyalt a magyar féllel, köztársasági elnökünk is tárgyalt Orbán Viktorral, pont azért, hogy a
2009-ben alkalmazott zsanai gáztárolóhely újból segítsen Szerbiának. Mennyire számíthatunk erre a segítségre az ön információi szerint? Szükség lesz-e akkor erre a segítségre az ön meglátása szerint? Mert ez meg a másik kérdés. Hát nem tudom. Mitől függ ez? Politikától. Ebben a pillanatban hogy állunk a gázellátás terén? Tehát most december 8-án milyenek a kilátások? Készülnek-e vízforgatókönyvek hasonlóan? Persze, hogy készülünk, egy 10 napja gyakoroltunk olyan forgatókönyvet, amikor volt egy nagyon komoly gondunk, most is ugyanazt véghez tudjuk vinni. Milyen komoly gondról beszél? Hát volt egy kivitelező, aki a bekötő gázvezetékre, amely hőtelepet még minket szolgál, egy szerszámot ügyetlenül benne beletört majdnem, és veszélybe voltunk, és akkor a 4 napi készültség alatt a várost nem a megszokott módon, hanem a körgyűrűn keresztül tápláltuk, de itt sem úszta meg Palics, meg Nagy Radonovac nem úszták meg. Azok 4-5 óráig gáz nélkül voltak. Ebben a pillanatban, hogyha a műszaki feltételeket, felszerelést, berendezéseket nézzük, akkor minden rendben minden van? Minden rendben van, igen. A fogyasztók részéről ugyanez elmondható? Igen. Nagyon disziplinált fogyasztóink vannak Szabadkán. Úgy műszaki szempontból, és úgy, mint gazdasági szempontból is. Nagyon sok kritika éri okkal vagy ok nélkül, majd mindjárt ön elmondja, a gáz minősége tekintetében a szabadkai gázműveket is időnként, nem folyamatosan, de elhangzanak a fogyasztók részéről olyan megjegyzések, hogy a fogyasztás azért nő kimagaslóan meg egyes háztartásokban, mert hogy rosszabb minőségű gáz érkezik, amelynek nem akkor az energia értéke. Hát ez joggal haragszanak ránk, mivel az ember szeme is az egy jó indikátor, hogy úgy mondja, hogy meghatározza a gáz minőségét, mert amikor a mágneses kromatográffal lemérik, az pont úgy működik, hogy elégetnek egy molekulát abból a mintából, amit kivesznek a gázvezetékből, és az kimutatja, hogy mi van benne metán, etán, propán, bután, milyen arányban. Egyszerű kis képlettel megállapítsák az energetikai értékét, hogyha az 33-34 ezer, esetleg 35 ezer kilojoule köbméterenként. Egy tea forralása, egy kávévíz forralása is ugyanúgy megmutatja, hogy tovább ideig tart. Úgyhogy mi nem vagyunk berendezve arra, hogy mérjük az értékét, a hőértékét, kalóriaértékét, hogy mondjam, a régies kifejezése. De akkor az előbb azt mondta, hogy a polgárok jogosan vannak felháborodva? Persze. Mi csak azt tudjuk mondani, kapunk írásban, hogy a Szerbia gáz ilyen gáz szolgáltatott, és az mindig magas minőségű. És nem is emeltek panaszt, nem érdeklődtek. De több mint 200-an tavaly decemberben, és akkor írtunk nekük, hogy mi ezt kaptuk, használjátok ezt, de nem mértük le. És önök emeltek-e panaszt? Hát nem. Miért? Azt meg kell a vezetéstől kérdezni. Megkérdezzük majd. Önt most arról kérdezném, hogy a gáz árának pillanatnyi alakulása mi határozza meg? Ugye arról beszéltünk a bejátszásban is, hogy esett a kőolaj világpiaci ára, csökkent a gáz iránti kereslet. Igen. Ilyenkor valahogy arra számít az ember, hogy ez a fogyasztói árakban is tükröződik majd. Ezzel hát szemben pont az ellenkezője. Látszik a számlánkon. Igen, most is emelve van, 50 dinár alatt van áfa nélkül. Ha áfával megszorozzuk, meg a többi tényezővel, a nyomáskorrekció, hőkorrekció, kalóriaérték korrekciójával, akkor bizony 57 dinár és 57 parára jön ki. De mi indokolja ezt az árat? Az, hogy nekünk a bejövő árat növeli a szolgáltató, számunkra a szolgáltató a Szerbia Gáz. Egyszerűsödnek-e majd a számlák? Nem.
szintén a vezetést kell megkérdezni nálunk. Lehetne nagyon egyszerű mérőműszerekkel, ha azt a törvényt kövessük, hogy 2019-ig be kell vezetni hőkorrekciót, de vannak olyan műszerek, amelyben mindent betáplálhatunk, minden korrekciót, a kalóriérték nélkül, akkor a számlák nagyon egyszerűek lennének. De erre most akkor ezek szerint nincs semmilyen pénz. Kilátás nincsen? Hát nem, nincs. Pénz és akarat sem. Összegezzük akkor még egyszer. Lesz-e elegendő gáz az idei idényre? Persze mindig ezt mondják. Igen, igen, 2009-ben is maguknál azt hiszem rádióban szerepeltem, és akkor azt mondtam, hogy lesz gáz, akkor már elzárták. Aznap elzárták, 2009-ben, január 6-án. Jó, akkor azt kérdezem, hogy ha és amennyiben valami veszélyezteti a gázellátást, akkor van-e olyan protokoll, amely szerint önöknek hogyne, meghatározott persze. időpontban értesíteniük kell a lakosságot, és tájékoztatni persze. őket arról, persze, hogy mi a helyzet? És, ez mit? És körülbelül 10 pár kategóriába soroljuk, hogy kiket kapcsolunk ki, legutoljára a háztartást. A tájékoztatásra is rákérdeztem, tehát a lakosság, inkább pontosítanék, a fogyasztók tájékoztatva lesznek előre, vagyis abban a pillanatban megtörténik a baj, akkor értesítve lesznek, de újból azt a modellt mondanám el, hogy Újvidékig az udvarnoki gázmezőt tudna szolgálni gázzal, és Újvidékig pedig a magyarországi tárolókból kapott gázzal tudjuk ellátni. Folyamatosan. Hát kíváncsian várjuk majd a fejleményeket, és visszavárjuk Önt. Köszönöm szépen. Köszönöm. Most, hogy eljött. Csodasarkot kaptak a Királyhalmi Petőfi Sándor általános iskola 3. osztályos tanulói. Az ajándékot Vetzel Tamás Magyarország nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára adta át. Kárpát-medence szerte idén is 50 csodasarkot osztanak ki a Miénk a Város játéknyerteseinek. Újjongva fogadták a királyhalmi harmadikosok a csodasarok játékait. A társas játékokra rögtön lecsaptak a fiúk. A könyveknek a lányok örültek meg a legjobban. A Miénk a Város című játékon erdélyi Nimród nyerte a csomagot osztálya számára. Neki a játékok közül a logivár a legérdekesebb. Sokrétű feladatokat kellett megoldania a siker érdekében. Kellett rajzolni is, még gyurmával is kellett készíteni, meg hajtogatni is kellett, meg írni is kellett. De kellett hajtogatni origámból egy kutyát, meg kellett csinálni gyurmából gólyát, varjút, meg erőt is kellett. Mi volt egy valami, csak arra már nem emlékszik. Mi volt a témája ennek a te munkádnak? Miről szólt? Hát kellett egy versekről írni, ilyen rajzolni, csinálni ezeket, megcsinálni figurákat, meg volt, meg írni, pedig kellett kellett 5 mondatot arról írni, hogy 5 dolgot írni arról, hogy mit szeretik az iskolámból. Az osztálytársak és a tanítónő sem tudta, hogy Nimród milyen meglepetéssel örvendezteti meg őket karácsony előtt. A játékok és a könyvek segítségével a tananyag is érdekesebbé válhat. Mindannyiunk számára óriási nagy meglepetés volt. Hát Nimród olyan jól titkolta, hogy amikor már biztos volt, hogy nyertes, akkor tudatta velünk. És természetesen nem csak a játékban, de mivel oktató játékok is vannak benne, a tanulásban is segíteni fog bennünket. A Magyarország Nemzetpolitikai Államtitkársága által meghirdetett programba több száz vajdasági óvodás és kisiskolás is bekapcsolódott. Kárpát-medence szerte 50 csodasarok gazdagítja az óvodák és az iskolák felszereltségét. Ezzel is otthonosabbá, gyermekközelibbé téve az intézményeket.
több mint 100 000 forint az értéke ezeknek a játékoknak, amit fel tudnak használni a gyerekek, és illetve a szülők, pedagógusok. Szerintem nagyon-nagyon jó dolog, hogy nem magának nyeri meg a kisgyerek, hanem az osztályának nyeri meg, hogy együtt használhassák. Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke, hasznosnak tartja az anyaország ajándékát. Véleménye szerint a csomag olyan tárgyakat tartalmaz, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy a gyermekek együtt játszva fejlesszék képességeiket. Így még összetartóbbá válhat a 9 fős osztály. Könyvek, hasznos könyvek, játékok, logikai játékok, társas játékok, mind-mind arról szól, hogy egy közösség, a gyerekek közössége hogyan tud gondfeletten játszani, hogyan tudja a társas együttlétnek az örömét megtalálni. És hát ami a magának ennek az anyaországi kezdeményezésnek az egyik legszebb mozzanata, pedig épp arról szól, hogy egy gyermek hogyan tud a közösségének ajándékot nyerni. Egy csoda sarkot hogyan tud ez a csoda olyanná válni, hogy megosztom mással is az én örömömet, az én sikeremet. És azt hiszem, hogy ez az a példaértékű dolog, amely egy közösségben a legfontosabb, hogy nem csak önmagáért, hanem másokért is tenni akarok. Hogyan tudok úgy tenni, hogy más is örömet találjon benne. Mikulás, szép hosszú piros ruhás szakállal. A királyhalmi gyerekek alkalmi műsorral tették hangulatossá a csodacsarok átadását. A dalok, a versek a közelgő karácsonyi ünnepeket idézték. Nagyon megörültek a királyhalmi gyermekek a csodasoroknak. Ez már a sokadik ilyen csomag, amelyet Kárpát-medence szerte kiosztottak. Államtitkár úr, mi a jelentősége ennek a programnak? Sokfajta jelentőség van. Egyrészt, hogyha csak materiálisan nézzük, ez egy ilyen több mint 100 000 forint értékű ajándék. Másrészt pedig ugye szerintem nagyon jó kezdeményezés volt a mögött, hogy ugye a pályázaton, amikor a gyerekek indulnak, a tehetséges gyerekek indulnak, nem csak saját maguknak nyerik meg, hanem az egész osztályközösségnek nyerik meg ezeket az ajándékokat, könyveket, kis csocsóasztalt, futballasztalt, tehát egészen jó, és csak amit láttunk itt az imént, hogy örültek a gyerekek, nekik tényleg szinte megható volt. Milyen ismérvek alapján állítják össze ezeket a csomagokat? Milyen olyan játék van, amelyek készségeket fejleszt? Itt többfajta logikai játék van benne, meg amivel tudnak a gyerekek, tényleg megragadó játékok. Láttam rögtön, hogy egyiket másikat teljesen magához szorított a kisgyerek, és tényleg az ő életkoruknak megfelelően, tehát ugye most harmadikosokról volt szó, a lehető legtöbb minden volt benne, és valóban jó minőségű, nagyon jó tetszetős anyagú ajándékhez. Szerintem mindenkinek kukulására fog szolgálni, minden gyereknek. Ez a program nem most indult. Merre fele és milyen mennyiségben osztottak szét ilyen csomagokból? Ez egész Kárpát-medencében itt nagyon sok pályázó volt, nagyon sok nagyon ügyes, szinte maximális pontszámmal pályázó volt a Délvidék területéről, például a Zentáról is nagyon sokan voltak, és az egész Kárpát-medencében. Ugye tematikus éveket indítottunk 2012-ben az óvodások, magyar óvodások, külhoni a magyar óvodások évét, 13-ban a magyar alsósok évét, 14-ben idén pedig a külhoni felsősök évét. Ennek is a keretében, ennek a program keretében értünk el nagyon sok mindent, és hát ennek nagyon sok minden összetevője van, nem csak a csodasarok, hanem pedagógus továbbképzések, pedagógus konferenciák, konkrét segítése egy-egy iskolának, és jövő évben pedig a szakképzés, tehát a külhoni szakképzés szeretnénk segíteni. Ennek megfelelően erre a magyar kormány 500 millió forintot biztosít, szeretnénk a lehető leghatékonyabban ezt felhasználni és elvinni, hisz ez munkalehetőségeket, szakképzettséget, tudást teremt, ez nap mint nap megfogható eredményekkel fog járni véleményem szerint. Milyen konkrét programok vannak már előlátva a külhoni magyar szakképzés évére? Nagyon sok mindent most indítunk be, illetve most csináljunk. Lesz ezzel kapcsolatban egy konferencia is Budapesten, december 15-én, illetőleg számba vesszük azt, hogy hol van magyar nyelvű szakképzés, hol kellene erősíteni, ott milyen legyen az például egy tangazdaság, legyen az, hogy hol tudunk a tangazdaságon segíteni, vagy a tanműhelyen segíteni, hol van, amikor tényleg a magyar nyelvű terminológiát segíteni az embereket, hisz
olyan tudunk jó tanárokat képezni, illetve tovább képezni, és hol tudjuk összekapcsolni a határon túli magyar szakiskolákat a magyarországi szakiskolákkal, legyen az egy valóban egy szakoktatás, vagy legyen az például egy mezőgazdasági szakképzés. Ennek szerintem nagyon-nagyon sok jelentősége van, és sokkal, de sokkal hatékonyabban tudnak ezek szerintem együtt dolgozni. A kormány is, és a Magyar Nemzetpolitikai Államtitkárság is mindent megtesz az ügy érdekében. Királyhalom után pedig a pecesori óvoda iskola témája következik. Jótékonysági Mikulás este tartott Budapesten, immár harmadszor a Vajdasági Baráti Egyesület. A befolyt összeget az Óbecsei községhez tartozó pecesori óvoda iskola felújítására és felszerelésére ajánlották fel. A Fonóbudai Zeneház teljesen megtelt érdeklődőkkel, a gyermekek számára pedig a Mikulás érkezése volt a legfontosabb. Mazsolát, mogyorót, s Mikulások, gyerekek, cinkos társak legyenek. A kicsiket kifestő és mesekönyvekkel, édességekkel és gyümölcsökkel lepték meg. Narancsot, könyvet, üdítőt, meg ilyeneket. Akadt olyan is, aki a csomag mellé valami mást is kapott. Minden gyermek kapott ajándékot, természetesen versekért, dalokért cserébe. Még garagyvirgácsot is kaptam, csak azt leállítottam. És tudod-e, hogy miért kapnak a gyerekek virgácsot? Azért, mert hogyha kicsit rosszak, akkor aranyvirgácsot kapnak. A zenés rendezvényre elsősorban vajdasági vagy vajdasághoz kötődő fellépőket hívnak meg, akik fellépésükért nem kérnek anyagi juttatást. Dérheni, Csizmadi Anna, Fehér Nóra, a török testvérek, Korhec Imóla, Szőke Zoltán, Varga Izabella és Rúzsa Magdi is részt vett a rendezvényen. Elsősorban az óvodáskori első Mikulással való találkozásom jut eszembe. Még a kis csomagra is emlékszem, és hogy milyen volt a díszítése, de én igazából a Jézuskát vártam mindig jobban, tehát a télapó annyira nem kötött le, a télapó érdekes volt az óvi miatt, de egyébként a Jézuskát vártam mindig nagyon, és a karácsonyfát. A bevételt az Óbecse melletti kis falu pecesor iskolájának ajánlották fel. Az Óbecsei Samu Mihály általános iskola kihelyezett tagozatának és óvodájának a felújítására már nagy szükség volt. 3 éve támadt egy olyan ötletünk, hogy az nem elég, hogy összejárunk és barátkozunk, és különböző úgymond zenés rendezvényénk vannak, hanem szeretnénk egy olyat, ami összekovácsolja a családokat. És az, mert hogy valószínűleg az kovácsol össze a legjobban családokat, közösséget, ha valamilyen közös és úgymond nemes cél érdekében lehet őket mozgósítani, és ez mindig a jótékonyság, és az ünnepek talán az emberek ellágyulnak és könnyebben adakoznak, és úgy gondoltuk, hogy a Mikulás az az ünnep, amelyik teljesen ártatlan, nem politizált, és ilyen szempontból egy közösségnek egyfajta éltető eleme napja lehet. Egy újságíró hívta rá fel a figyelmet, egy zsákfalu, ugye 300-400 fős lakossággal, ahol gyakorlatilag nagyon rossz állapotban az iskola és az óvoda is, és ezek olyan gyerekek, akik most hallottam, hogy még van, akik Becsén se jártak. Ahhoz képest meg ma kezdtek a Tropikáriumban, parlamenti látogatás, Mátyás templom, Hilton majd itt az est, ahol gyönyörű fellépésük volt itt nálunk, nagyon aranyosak voltak. A járkáló hóemberek történetét hozták el a rendezvényre a pecesori diákok. 15 diák jár ebbe az iskolába, ez egy kihelyezett tagozat, az Óbecsei és Samu Mihály általános iskolának a kihelyezett tagozata van ott, alsó tagozatosok, tehát elsőtől negyedikig járnak ide vegyesen, és az óvodában pedig 5 diák tanul most per pillanat. Külön kis közösséget alkotnak a vajdaságból elszármazottak Budapesten és környékén. A 3. éve jövünk a családdal, az unokáimmal, fiamékkal, annál is inkább, mert szintén délvidéki származású vagyok, óbecsei, és a pecesori iskola az azért is érintett meg, mert a nagyanyám pece családból származik. Jankovics Andrea és férje gyermekükkel 3 éve költöztek Budapestre. Szívünk ügyének érezzük azt, hogy jótékonykodjunk, amennyit megtehetünk, annyit mi is hozzájáruljunk az egészhez. Én úgy gondolom, hogy ez egy óriási dolog, hogy ennyi ember összefog, és
és javítani próbál azokon, akik nem biztos, hogy nehezebb sorsúak, mint az összes többi, aki ugyanúgy megérdemelni, de én bízom abban, hogy ez egy remek kezdeményezés, és nem biztos, hogy csak a Baráti Egyesületnek kellene, hogy eszébe jussanak ezek a dolgok. Én úgy gondolom, hogy egy kis összefogással nagyon-nagyon sokat tudunk tenni másokért. A Mikulás napi jótékonysági esten egy fiatal művész kiállítását is megtekintették az érdeklődők. Tóth Tíme a családja Vajdaságból származik, ő maga viszont már Budapesten született. Ez lett volna a lényeg, hogy átadjam, amit én érzek és gondolok, és úgy láttam, hogy voltak pár, akiknek ez átment teljesen. A jótékonysági rendezvény bevételéhez a belépődíjak mellett magánszemélyek adományai is hozzájárultak. Akár csak a tombola, vagy a jellegzetes vajdasági, szerbiai ételeket áruló cégek. A vendégek külön örömmel fogadták a pieszkavicát. Nekük nagyon hiányzik ez itt Magyarországon, úgyhogy majdnem mindenki vásárolt, és kevés is volt, szóval ha volt volna több, akkor az is elment. Nagyon sokan szeretik, és mindenki ismeri, hogy miről van szó. A szervezők 1 millió forint, azaz mintegy 3000 euró bevételre számítanak. Nyolcadszor is ott lesz a Dakaron, Szagmajszter Gábor, szabadkai motorversenyző. A motor már úton, ő meg nem sokára itt a stúdióban, előtte azonban nézzük, hogy a otthon mit nyilatkozott. Január 4-e és 17-e között szervezik meg a Dakar Rallyt Dél-Amerikában. A szabadkai Szagmajszter Gábor egy új KTM 450-es motorral indul, immár 8-szor. A magyarországi Dési Jánossal és a szlovén Miran Stanovnikkal szerepel egy csapatban. Nagyon sokat számít, mert ez egy jó összeszokott csapat, úgyhogy különösen Dési Jánossal mi körülbelül egy versenykategóriát képviselünk, ami azt jelenti, hogy még a startszámunk is nagyon hasonló. Tegyem 66-os, az övé 67-es, ami azt jelenti, hogy mindössze fél perccel mögöttem fog indulni a starton. Úgy érzem, hogy az elejében még tudjuk tartani együtt a tempót, mert 700 kilométerre csak nem tudunk együtt menni, ez egész biztos, mert változóak a terület. 180 motoros rajthozállása várható. Szagmajszter Gábor tavaly ért el a legjobb eredményét, 53. helyen ért célba. Az idén javítani szeretne. Az, hogy a privát csapatok közül bent legyek az első 10-ben, és azon kívül az összes versenyzők közül, még a top 40-ben a világon, ami mindössze egy 70-80 versenyző várható, hogy célba érhet, ott a 40. hely az nagyon megfelelne. A versenytáv mintegy 10 000 kilométer. Naponta mintegy 800 kilométer tesznek meg a Dakar Rallyn a résztvevők. A leghosszabb szakasz 1024 kilométeres. A versenyen a résztvevők Argentínában, Chilében és Bolíviában is versenyeznek. A stúdióban pedig Szagmajszter Gábor, szép jó estét kívánok, hogy lehet egy ilyen túrára fölkészülni versenyre? Tehát ez egy nagyon, először is üdvözölném a Pannon televízió nézőit. Hát egész évben edzeni kell. De én több mint 20 éve motocrosszozom, úgyhogy nekem ez most már abszolút nem jelent semmi újdonságot. 8-szor indulok most a Dakaron, 25 versenyen vagyok túl. A motocrosszer bajnokságban, Európa bajnokságban mentem, kit voltam a Rally világbajnokságon Abu Dhabiban, április elején, ahol 14. lettem a VB-n, úgyhogy bent vagyok abszolút, edzésben vagyok, és jól érzem magam, alig várom, hogy elutazzam. Mi kell ahhoz, hogy valaki ott lehessen a Dakaron? Volt egy nagyon hosszú történet, eredmények kellenek végül is világkupákról, hasonló versenyekről, mint a Dakar, eredményeket kell felmutatni, kell az országnak a támogatása, és az Automotorsport Szövetségnek a támogatása, kell egy motor hozzá, kell 15 pár gumi, kell egy két repülőjegy, kellenek az asszisztencia, a benevezési díj, szóval nagyon sok minden, ami hozzájárul. Hát nagyon sok pénz kell hozzá, magyarul ezt így mondanám. Új motorral indul, miért cserélt? Azért, mert a régi motorom az 3 Dakaron végigment, 3 rally világbajnokságon, úgyhogy több mint 40 000 kilométer volt benne, és már nem volt elég üzembiztos.
és így választottam, hogy egy megpróbálkozom, és sikerült összejött, hogy egy új motorkerékpárt vásároljunk. Ez egy KTM 450-es motorkerékpár, ilyen 75 lóerős, 170 a végsebessége. Annyit kell tudni róla, hogy a motor nem abszolút vadonatúj, egy tesztmotor volt Ausztriában, úgyhogy de abszolút fel van újítva, gyári felújításra ment keresztül. Én azt hiszem, hogy jó fog működni, és az új színek. Miért nincs esetleg egy kis félsz, hogy ezt a motort talán nem ismeri annyira, azzal a korábbival ugye három versenyen van túl, három Dakaron pontosabban? Hát nem gondolkozok ezen, mert nem az én dolgom. Ez van a gyári szerelőm, van a KTM csapatból, a Kaiser Torsten, a német csapatban versenyzek én már hatodszor, viszont az ő dolga. Én nekem az a lényeg, hogy valahogy a motort behozom a célba és megvigyázom út közben. Úgyhogy a technikai műszaki állapot a motornak, az a nagyon komolyan fizetett ember van rá, aki intézi. Mekkora stábbal utazik? Kint lesz Kaiser Torsten a szerelőm, kint lesz egy szlovén fizioterapeutánk, jön a szerb nemzeti televízió velem, úgy néz ki az újvidéki televízió is, sportújságíró Mark Zakinski, és a kisebbik fiam Richard Szagmeister is, aki szintén közel 10 éve motocross versenyző. Melyik a legnehezebb része ennek a versenynek, és itt egyáltalán a fizikai és felkészülésen túl, illetve a motor műszaki állapotán túl lelkiekben mennyire kell felkészülni egy ilyen versenyre? Tehát itt is fontos az, hogy az ember ott legyen minden pillanatban agyilag. Szerintem ennyi év után csak az a fontos, mert fizikailag nagyon sok mindenki fel tud készülni egy ilyen versenyre, nagyon sokan. Motorozni Szerbiában most már nagyon sokan tudnak, de lelkileg az egy egész más dolog. Miben különbözik ez, ha már úgy fogalmazott, hogy Szerbiában most már nagyon sokan tudnak motorozni? Tehát mitől tud valaki motorozni? Kire mondjuk azt, hogy tud motorozni? Szerintem én erre tudok jó válaszolni. Aki ott van az élmezőnyben, a szerb motocross bajnokságban, vagy az enduro bajnokságon, az már tud motorozni. De aki nincs az élmezőnyben, az is tud motorozni. Még lehet, hogy egy ugratót nem úgy vállal be, vagy egy lukon nem úgy fog áthaladni, de sokan tudnak Szerbiában motorozni. De itt arról van szó, hogy ez nem motocross verseny, nem enduro verseny, ez egy maratoni futam, ami napi 7-800 kilométeren követ el nagyon komoly összpontosítást, és ezt eddig még pillanatnyilag Szerbiában senki nem tudta megvalósítani. Még persze az, hogy te kikerülj egy ilyen versenyre, azért komoly támogatókra vannak szükség, és nem tudom, hogy egy ismeretlen versenyző, ha megpróbálkozna a Dakarral, én nem mindig támogatót tudna hirtelen szerezni. Önnek az elején hogy sikerült, tehát ha már erre felé terelt a témát, hogy lehet ebbe belecsöppelni, vagy hogy nem lehet? De nekem szerencsém volt, meg kell mondanom őszintén, mert a Szalai Balázs, a Szalai Dakar Team, a budapesti Szalai Dakar Team, Bácskatapolyán volt véletlenül a vadászházban, és ott egy komoly ismerősömmel találkozott, aki azt mondta, hogy van nekünk is rác, aki ezt be tudná vállalni, és akkor az első évben a MOL szponzorált, meg hogy a magyar állam, és akkor így becsöppettem ebbe a Dakar históriába, úgymond, csak éppen sajnos abban az évben elmaradt a Dakar rally, amikor Lisszabonból lentünk volna le egészen dédére Afrikába, Dakarba, és akkor én már bekerültem abba a csapatba, akkor visszajött a motor, visszajöttek a kellékek, minden, és akkor jövő évet már könnyebben tudtam kezdeni, nem kellett motort vásárolni, nem kellett gumikat, felszereléseket, és akkor ismét a Szalai Dakar Team-mel versenyeztem, és akkor befejeztem így az első Dakar rally, amin elindultam, akkor ez egy nagyon nagy szenzáció volt, mert a Balkánon még ilyet nem csinált, és akkor utána bekerültem a német csapatba, hogy Mirán Stanovnik mellé, és akkor így most már azért csak könnyebb. Ha már Balkánt említett, Balkánon vannak sokan, akik legyintenek, hogyha azt hallják, hogy 53. hely. Én erre nem szeretnék most válaszolni, mert megvan a saját véleményem róla. Nagyon sok, az a baj a Dakar rallyn, hogy nem Európába szervezik a versenyt, és meg lehet, hogy a balkáni nép nem éli át ezt az egész versenyszindrómát, hogy például pontosan Dél-Amerikában mi is történik. A Dakar rallynak nagyon nagy látogatottsága van, tudni kell, hogy nagyobb látogatottsága van, mint egy Forma 1-es versenynek. Nem így, ez pontosan így van. Ilyen 5 millió ember szokott kint lenni Buenos Airesben a starton. 13.000 kilométerrel innen motorozunk, úgyhogy nagyon messze van, és ez a legnagyobb oka ennek az egésznek, de aki kint járt velem, vagyok azok az újságírók, akik velem vannak, azok nagyon jól tudják, hogy miről van szó. Még azt is kell tudni, hogy a Dakar rallyn vannak gyári versenyzők,
gyári csapatokba tartoznak, például ilyen, hogy KTM csapatversenyző, Aprilia, Yamaha, Honda, stb. Én privát személy vagyok a Dakaron. Én privát versenyző vagyok, én úgy Szerbiát képviselem, és úgy képviselem, mint Szagmester Gábor Szerbiából. És ezek a versenyzők közül én ott voltam egyszer 8., 12., ezek a legjobb eredményeim, úgyhogy ott vagyunk a top 10-ben, azt lehet mondani, meg a rali világbajnokságon is, mikor részt veszek, ott is ott vagyok, a 11. voltam egyszer, idén 14. lettem, úgyhogy jól megyünk szerintem. Versenytársak közül kik azok, akikkel a leginkább tartja a kapcsolatot, kikkel konzultál esetleg közben, évközben, és kikkel van nagyon jóban? Na sok, nagyon sok. A Dakar versenyzők az végül is egy kis család. Vagyunk 70-80-an a világon, akik ezt az egészet most még tudják pillanatnyilag csinálni, de akikkel legközelebb vagyok, az a budapesti, az európai versenyzők, Budapestről a Dési Jani, akik kint van most már negyedszer velem a Dakaron, a Mirán Stanovnik, az régi csapattársam, az 18-szor indul most a Dakaron, az egy 50 éves fiú, aki nagyon komolyan űzi ezt a sportot. Így a többi szerb versenyzők sajnos voltak, Bózsa Risztics, de az 3 napig tudott menni a Dakaron, volt egy autóversenyzőnk, aki 70 kilométert tudott teljesíteni a Dakaron, úgyhogy ezek azok a versenyzők, itt jóban vagyunk nagyon a lengyelekkel, a csehekkel, a szlovákokkal, a németekkel, volt sok német csapattársam is, már osztrák is, úgyhogy jó kis csapat. Sajnos a török versenyzőt elveszítettük, Csamal Merkittet, az is egy nagyon jó barátom volt, de hát a Dakar az erről szól. Mikor indul? December 31-én Belgrádból. Párizs, Párizs, Madrid, és akkor Madridban újévezünk, és akkor a reggeli órákban indulunk tovább Buenos Airesbe. Köszönöm, sok sikert! Én is köszönöm. Mára ez volt a közügyek, köszönjük figyelmüket, holnap 18 órakor Juhász Gábor felelős szerkesztő és Bakos Viktor műsorvezető várja majd Önöket. Szép estét kívánok!